Szervusz! Lovot vettem, lovasot. Milyen lovot? Vénységemre. Szervusz! Ájartunk egyet. Vénkarabja. Hajtva. Itt ebben a körzetben, itt 100 méter körzetben, ahol én lakok, van az 20-25 özvegyasszony. Őszinte finom, 2-3 csak. Nem ilyen finom már biztos. Mi? Mi van? Lucni, budaini. Jó. Két kávanyára van mocskos ujjda. Meg ott pattom a mocskos. Szervusz, öregem! Mi újság? Vigyátok el! A világon a legjobb potencia növelő a magja, a csallány magja. Féltem, mert inget az angyom úgy elijesztett nekem, volt egy angyom, és együtt torottunk, én leomutom. Luti angyodét? Nem, Korta Gyarfasni, Isten nyugtassa. És azt mondta nekem, hogy tudod-e, ez olyan, amikor a leant kezdik meg, mintha a szajot nyúznak. És én úgy megijedtem, hogy megnyúznak. Hát egy kicsit fagyatosan az iszok a barátom azért. Újra szólvoltam, és ezt fecsítem, hogy a ruhámot csak. Tudom, lefekült, mondtam, te feküdj le. Én aztán lefekszek. Lefeküdtem. Mikor közelített, hogy elejjem meg, akkor túlfelé szartam le az ágyból, mert közepén volt a hátuk. Az ágyat úgy csinálta meg az asztalos, hogy a deszkát, ugye ilyen régi módi ágy, a deszkát, ami tartotta a lécet, az csak két szeggel alig odalkasztotta. És akkor, amikor lefeküdtünk, akkor, pedig tényleg még akkor nem csináltunk semmit. Hup le oda földre, ne? És akkor az ágy alól másztunk ki. Hát tényleg így volt. Marton Gyuri keresztapám csinálta. A deszkák lásták, le a szalmazsák, le a derekaj, és mi oda balé a lábunk, és a fejünk egy hát volt, akkor aztán kikacagtuk magunkat, és aztán valahogy csináltunk helyet magunknak, és az uram kimászott, és aztán ilyet kihúzott a zialót. Na, ilyeneket csináltuk. Másik csengőt kötött az ágyójára, igen, hogy hallják, amikor valamit csinálnak, hogy cseng a... 60 darab kell legyen. Mutatinak az ágya egy végben volt. Például az ennyi megy. Itt voltak a fiatalok, gyerekek. Két szobában volt, Zsuzsa, egy szobában volt, egy konyha. És a szobában volt a tiszta holmink, és esztendeig egymás végében volt. Ragyunk, jó kellett legyen. Majd nem szégyelték magukat. Mit szégyenkezünk? Csendben dolgoztok, akkor nem jajgottam. Na. Na most van-e kéröd, hogy elbúcsúzza a lesz? Hogy ne volna? Azért nem merek férhez menni második szóval, harmadik szóri mamát. A kérőimhez nem merek elmenni, mert én ma annyi ideje, hogy
Gondolom, hogy úgy bénőd, hogy most előrök egy kájszak. Minden az éjszaka. Akkor hozzám bújni, akkor én szálltam le, az enne feljön az agynak, akkor csalogatott vissza, akkor újra, amikor elállt meg, akkor itt szálltam le, az így miért? Hát ő hogy szenvedhetett? Nem volt kedvem, mondtam, hogy nincs kedvem nekem. Aztán látta, hogy úgy vonzódom, hát ilyen, hogy szoktak mondani, előjátékokat csinált, hogy ugye lefeküdtünk, elkezdett játszani, hogy csókolt minden nyakamot, mindent, hogy hogy szeretlek, s imádlak, s nem tudom is. Ez úgy befolyásolt aztán, hogy ez úgy bejött divatba, mint az evés. Szervusztok, Mókuskám! Hát én öregem vagyok. Hát nem volt. Kapcsolva, minden a maga idejében. Akkor a legsz és akkor a legjobb. Hát azt a kávét megiszik. Azt mondta az egyik öreg, hogy az Isten mit nem vettál, a kívánságot és a tehetetlenséggel. Igen. A kívánság, még most tehetség nincsen, és új kívánzott dög lesz meg. Thank you.
Nagyon szép a szerelem. A nő nem mert a férjének megmondani, hogy most szeretnék, majd most már azt mondjak, hogy dugjunk. Hát gyere! Ezt nem mondta meg a szegény feleség a férfinak. Hanem azt mondja, hogy a lábát dugta oda, hogy avval jelezte, hogy ő most akar. Mondom, miért nem mondod meg? Hát most nem piszkáld az én lábamat, mert én cukrós vagyok. Szép volt az az ilyen dolog. Se. Gyere ide. Gyere ide, gyere ide. Milyen mellám volt. Úgy hívtak, hogy Högyös Csötülány. Hát én voltam a legszebb lány, és hát a legügyesebb is, ugye. Én abban mindjárt csókolóztam. Hát majd még vesztek értem. Hát volt, aki több kedveltem, na hát elhaza kísérhetsz, vagy jöhetsz, vagy nem jöhetsz, vagy nem köllhetsz, vagy... Szóval kis utálatos voltam, na kis beképzelt, na. Hát mondták is, hogy kis be... Hát ugye én vartam, és vartam már magamnak a ruhát, hát én mindig csinos voltam. 16 éves voltam, akkor meg a bátyámmal beiratkoztunk a tánciskolába. Ugye az, hát, meg aztán, hát ugye én tudtam táncolni, hát én minden táncot tudtam. Oda nyújt tánctanár, megfogta a kezemet, vezetett a közepire. Na hát akkor ide figyeljenek, egy, kettő. Hát én csináltam utána. Aztán meg ugye fogott és... Vitt, mint a szélvész körbe. Hát én úgy keringőztem az első percük elve, mint a világ. Hát én vele mutattam az összes táncot, meg akkor a tetejében még megnyertem a szépségversenyt. Aztán, na mindjárt tudtam, hogy honnan fúj a szél. Aztán mondom, most megyek.
Azt mondja, jó estét, kislány, ne siessen annyira. Elkísérem haza, ha megengedi. Ha mondom, csak jöjjön. Eljött, elkísért 50 évig. Erzsébet. Hoztam föl az üres üvegeket, és hallom, hogy zörög ebbe szobába valami. Hát mondom, hogyan került ide macska? És ahogy ezt elgondolom, nyílik a szobajtó, és kiugrik a gyerek, 45 éves. Hát elvárt ember volt. Kiugrik, én meg fölfogom a sörös üveget, és fejbe vágom, így megfordulok, és ahogy fut ki, fejbe ütöttem, elszaladt. És látom az ablakból, hogy megy be az öreg, viszi a bort. Na megállj, mondom, hogy adok neked ebből a bérmancsővel. Csak egyet vághassak utánad. Elfelejtette, hogy hogyan küldi hozzám begyűni. Hát azt megyek, mondom, itt van ez a szemét, de már akkor azt ott mondom a konyhajtó előtt. És az meg így csinál, az ajtóba ül az asztalnál, ezen mód, és azt mondja, na mi van? Azt mondja nekem. De én már akkor erre szóra odaérek, és fogom azt a vas csövet, én úgy fejbe vágtam, hogy az elfelejtett mindent. És egymás után, ahogy mind a csépszekén, én azt ütöttem, vágtam abban a vascsővel, míg le nem bukott a székről.
nagyon csaptam a Danóczi Latit. 80 éves óta. Hát a börtönbe. Szerelem, ha sírig kell tartson, akkor tartson, s legyen boldog, csókoljad, igényeit elégíts ki. A hites azt mondja, ha tisztában van a kezed, s a férjed mélyen áll, vedd ki a tisztából a kezed, és mozd meg, s az igényét elégíts ki, és azután is tudsz dagasztani. Olyan hip-hops, kénes, hogy nekem, ha jól esett, és ha nem esett jól, és csak ő haladjon. Hát milyen, amikor valaki, most látom a filmekben, a televízióban, hogy milyen szerelem, és mondom, ebben nem volt rész. Úgy esett, mint a hatunkban, a kés szúrták volna sokszor, no, de hát a férfinak elmondtad a hitet,
akkor hagyni kell. És kész. A férfi ott legyen, ahol kell. Tetején. Felemelti a lábáját. A nő megfogta az embernek a fejét, megtörkölte. Tudtad, hogy most élvez. Nem, ne menj el. Maradjál. Most a legjobb. Hm? Máma bíva. A férfi lefekszik, nő rákutorodik. És löködi, mint maga hajnalt. Majd elszakad a derekat. A fegyver majdnem eltörik. Nem. Átölelni, megcsókolni, megsimogatni. Kégyel át a aranyos kis csucskát, megsimogatni. És az ember este borul. És ha úgy tetszik, még egyszer. Nem volt az a csórira vetkezés egy mars mellett, egy mars előtt. Nem, hát én nem, azt sem tudom mikor. Szóval én tiszta csórira az uram előtt nem vetkeztem le. Egy általam, hogy én egy bugyis, egy valami ing vagy valami rajtam, én nem vetkeztem le. Egy általam. Nem, nem voltunk mű ehhez hézaszokva sem, de nem is követelték. Megcsokoltuk egymás arcát, esetleg noha szájon csokoltuk egymást, az ma, erőstől szeretet volt. Ez ma nagy szeretet volt. No, de csak ott ház előtt nem volt az, hogy a nyelvünket dugjuk be egymás szájába. Jó Istenem! Az idős nénik nem hordtak bugyit. Hát azok úgy féltek a höngergőzéstől, hogy a szék szakadt. Egy-egy pohar pálinka, még minden. Ez ugye júnyíréseknél, azt amikor elmentek fel az erdőre, ugye meg kellett nyírni a juhokat, és akkor aztán kapták el a férfiak a nőket, és be az oldalon höngergőztek. Hát igen. De mindenhol megvan ma. Megvan. De szép az a kéknefelás. De milyen szép. Hisz. Édesanyám, édesanyám, hoztunk néked langoló szívet. Oltárodra piros rózsát, kéknefelácsét. Csak nem tudok, te bebelül, te bebelül. Itt elérték, hogy menjen meg. Ja, ma füst van, úgyhogy ma lesz valami. Tudja, hogy mondtuk ezelőtt, füst bűnösre és langigazra. Langigazra, igen. Parancsolja. Na, Istennek legyen Isten arra, mai napig, napét, Isten Istennek értesse. Legyen, hogy megsegített, kérhettünk ide, és ma segjen meg, az ételre segjen meg a hazamenésre. Ma a tüzes jobban fog égni, meglátsa, segítjük. És ez a tegyele Pista bácsi. Igen. Az elkapódhat, milyen jól tudta szöngörőzni az az ember. Haj. Mert azt tudja, a karját, a könyökit ügyesen. Vétette a... Magad a halájat tette. És a lábával összecsipte a talábodot, úgyhogy szoknyát se terült se semmi. Úgy mentünk ott be, nem is éreztem, amikor ő volt felül, hogy höngörőzünk. Nem a férjemet, mikor melyik férfinak ki megtetszett, ha kapta el, szóval höngörőzött. És aztán ő volt még féltékenységes, ugyes. Ez már jól van, nincs jól. Melyik? Ez az én. Na, nem mondja, ugye hallgatkozik vele.
Hogy mi járt a bokorba? Hát igen, hát mondtam, nem jártam be. Hát akkor hogy csengereztek? Hát úgy csengereztünk, hogy amikor oda beértünk az ajba, akkor felkötünk. Úgy amint. Úgy amint, Évó. Bűntagadva jár. Hát nem, ez van. Merre menn a vonat meg? A vénkecske is megnyolyósult. Csuruk lassan, csuruk. Csuruk, csá. Csá. Hő. Hő, hajj, szelém, ne. Hő. Na, rászom. Na, ügyesebben. Hát most már így. Csá, gyere. Csá, hajj, hő. Hajj, csuruk. Hajj, szelém, csá. Csá, ne. Ott az anyád, akit hajtad. Csá oda né. Csá oda né. Mit csinál? Mit szért el a hankedni? Pár jött egy Szent Tamási ember Leon kérőbe. Tudja mit? Maga menjen haza. Ingemet ne kérjen. Az agyamnak gondot, csak pinamnak dolgot nem szerzek. Jól kitalálta, érted? Mindjárt van a szót. Iszom a blót, elelem a babámot. Úsán élem keresztül a világot. Elmentünk Ferivel Dánfalába fizetni. És ugye ott most már a csipánk annyira kinyílt, hogy két kádba fizettünk el, így igaz, egy fürkébe. És akkor ugye levetkezett ő és én is. És akkor már most, körül a tavaly, szégyen nem volt. Annyi, hát egy kicsit üresztettem magamot, de hát ott ezt felkapott, eszenyolt, és összecsukolgatott. Vége volt a világnak, amit nem csinált, ugye? És akkor is szép. De tényleg buták voltunk, féltünk, és a sok jótól el maradtunk mű. Most már nem.
Hát hogy hiányzott, hiányzott, hát házhatja hiányoztani. Tudod, a korma töri meg az embert. Annyira szédülsz, hogy még azt a hóármér nem lehet biciklira ülni. Hát dehogy nem. A szív, a sírig tud szeretni. Az egyszer biztos. Az tiszta munka. Sírig. Hát hallod, úgy egy kicsit. Hogy? Úgy egy kicsit rosszul esett. De hát aztán velé nyugodtam. Feleségem, etettem béza majdnem 2 évig. Mostam le a testét, minden, ami csak létezett. Aztán, amikor összepiszkolta magát, magyaráztam aprólékosan, akkor szerencsére eltudtam, mert megtanultam a kórházban, hogy kell bánni az olyan beteggel. Elmentem az erdőre, ott szedegettem neki egy kicsi vázokba olyan erdei piros eprét. Közben, amikor hazajöttem, akkor nekiálltam főzni húslevest. Húslevest. Még sütöttem ilyen vékony, ahogy szoktuk mondani, még egy hégpalacsintát. Azt a vékonyat, amit hamar lehet sütni. És akkor este, utolsó este már a nagy paradicsa előtt, akkor aztán azt mondja nekem, a feleségem, hogy tudd meg, hogy nem állhattalak soha. Aztán mondtam neki, akkor miért ültél véle, mondtam neki, ha nem állhattál. Aztán elmúlt, oda van. Thank you.
egy kis vér. Egy kis vér. Ilyen vékonyat. Aztán hát, ha felgyúl még. Ott a szomszédban, másik utcában laktunk, nem itt. Egy fiatalabb, mint én, fiatalabb férfi vagy 7 éve. Aval összeadta magát. Aztán mindig használta, hogy úgy mondjam, na, magyarul. Használta. Itt kaptam el, megint az én házamba, éppen úgy volt egy olyan kis spájsz, mint van itt nekem a spájsz. Ott csinálták a dolgokat. Mikor benyitottam a házba kintről, akkor láttam, hogy mit csinálnak. Még ennyit csinált a feleségem, mikor engem meglepődött, mikor én benyitottam az ajtót. Azt mondja nekem, hogy annyit csináltam, mikor meglátott. Aztán én fogtam magam, láttam, hogy mert a spájzban volt egy létrán fel a padlásra, a férfi felszaladt oda. Én még aztán, hogy tudjon elmenni, ne verekedjünk össze, én elmentem ki az udvarra. Akkor ment el a férfi. De soha mégsem nem is említettem fel a feleségemnek, hogy hogy viselkedett. Olyan gondolkodásra volt, hogy mégis átadta magát másnak, úgy volt. Azután aztán nem csak a szomszédjával történt, hanem a mezei brigádosokkal is csinálta. Csak mondom, hogy kétszer álmodtam véle itt az ágyba. De már reggel, amikor felébredtem, már olyan úgy el voltam vidámulva, hogy álmodtam véle. Igazán. Olyan volt, hogy a mostas nagy, most már akkora igénye volt, hogy mondom, neki keresne azt. Illem lettem volna, és ajjál, se így, se úgy neki. Hogy menjünk ki a hegybe, oda nem messze van ott a fürdőről, és szabad levegőre, és letesik a pokroszot félre, ahol annyit nem járnak emberek, ott elbeszélgáltunk, majd megeszünk, és megiszunk, és meglalkozunk. És azt mondja, hogy miért? Massza semmi is fog, meg jól. Tehát a kalba volt, amilyen volt. Na, hogy legyek őszinte. Jól mondom-e? Na. Kalba volt, amilyen volt, és mondom, jó, ja, nem jó, az így. Hát akkor a karás fiatalabbat, erősebbet, amelyik csinálta téged szolgálni, tökéletesen. Jó, hát te jó vagy, jó. Na, gondolatban hát tovább nincsen. Na, hagyd végét, jó, hát vagy te így.
tudja az a kemét. Jót nem kapok, rossz nem kell. Szerelem, a csókolózás, az itt bolondultam életén, mert most is ott vagyok. Azt se tudtam egy jó darabig, hogy mi az élvezés. Mi az élvezés? A férjem 77 éves volt, amikor meghalt. 67 éves, na bocsánat, 67 éves, és akkor én 3 évvel kisebb vagyok tőle. Halála után sok idő eltőtt. Most ezért, ugye fölöttem, mosakodtam, ugye jártam munkába, mentem inni, hittak privát helyekhez, főz is mindig. Lefeküdtem, megmosakodtam, és éreztem, hogy mikor örökké magamot úgy mosom, hirtelenül, alig ért a kezem úgy oda, és hirtelenül éreztem egy olyan, hogy olyan, mintha vér megfutott volna bennem, vagy mi. Hát ez volt. Na, mondom, most volna egy ember, egy jó szeretett valaki csoda, de ki? Én 13 éves voltam. A nagyvilágban olyan fiatal leánkat elmert édesanyám engedni, mert el kellett engedni. 5 évig és 3 hónapot szolgáltam idegénbe. És én még el sem voltam alulva, s hát egyszerűen fürdőszobban nyílik. És én már itt befelé voltam fordulva a takaró alatt. Nézem, hogy hát mit akar gazdámat, hova akar, ki akar menni, vagy mi akar. És hát a pizsoma felső részében volt. Én addig soha életemben farkat nem láttam. Egy nagy mocskos, büdös, nagy farokkal oda. Feljutott a villant, és nézett oda, hogy én nézek egy vissza. És akkor én megijedtem, befelé a fal felé. Gondoltam, hogy hogy menjen el visszafelé. Még akkor sem gondoltam, hogy Jó, már úgy felkapta a csergét, hogy teljesen így, mint a levegőben segben befeküdt melléje. Ahol a felállott faszával, hogy így mondja. Húúúúú,
felhúzottam a falra. Nekem ott füvet, fát, mindent így írt. Üttem a falat, ordítottam, segítség, segít. És pontosan a két kicsi állt, 6 éves fiacskája, és a 3 éves kislány jöttek keresztül, mert pont a fal mellett ott volt nekik az ágyuk. És ekkor gazdám. Gyorsan felszedte magát, öntvágott kettőt a gyermeknek az arcájára, hogy az ujjahájai látszik. Mit jöttettek ide? Igen. S hát kopogtatnak itt az ajtón, s hát az ünöses jöttek. Mondjuk, hogy így áll a szivárvány, akármilyen öreg vagyok. Mert szerettem a jócsa, szépecs, minden, de fiatal van, nem tudnám csinálni, nekem öreg nem kellett a szigaj. Egy olyan fiatal tartani, ha itt olyan volna a világ, vagy itt a falun, és olyan volna, hogy titokban tarts egy szeretőt. Mondom, én most minden fiatalnak azt mondom, hogy amíg jól esik, csináljon. Ne tartogassam, hát most már... Most szárad. Most kijogottam volna. Még... Úgy fáj, hogy a legfeljebb. Úgy gondoljuk. Ott nincs a nedvesség. Fogy el a víz belőle. Az energia minden. A kútnak a gémje szárad, értem, hát azt sincs. A gémjétről. Dehogy kimaradtunk, nem baj. Itt van most. Töröm a fejemet. Hogy? Hát itt van 60 éves, fiatalok, kész. Hogy? És nem is egy. De nem, hogy minden este, hogy tudja fene, az már nem ment ahhoz, hogy 20 éves koromban se. De van úgy, hogy megkívánja az ember. Virogatom. Nem egyszerre, szerre. Hogy mondtam? Veronka egy nagyon finom asszony. Rögtön is elfogadna.
szerettem a nőket, szerettem az italt, szerettem a táncot, szerettem a dolgot. Hogy nem hiába jött el a nap értem. Életem az volt. Ennél szebb és jobb dolgot az életben nem tudok, mint az, hogy szerelmes lenni. Festen az utcán, sétál egy kislány. Utána egy gavallér, gallér a nyakán. Azt tudja, hogy volt, ugye, mikor nekem szóltak, akkor már a fájásai voltak. Igen. Le kellett feküdjön, jött egy lap. Egy lap. Jó. Vettem a pelenkát, szépen azt nyomtam vissza, mondtam, Erzsi, fáj-e, ha fáj, szóljál. Nem mondtam, hogy mit csinálok. Igen, igen, jó. Azt a lábat nyomtam vissza, mondta, nem fáj. De vagy háromszor kijött, úgy csak az egy láb. Akkor, mikor visszanyomtam, megláttam, hogy a kicsi... Panakai. Ha nem, a hargasinánál jő, egy, valahogy van egy kicsi bog. Azzal szépen oda nyúltam a pelenkával, azt megfogtam, és kezdtem húzni, és a másikot így tartottam visszafelé. Azt addig húztam elé a másik lába, hogy a két lába kijött. Akkor felakadtak a kezein, nem, a keze nem jött. Így maradt. És akkor én így fogtam, hogy nehogy ugye, repedjen, és éreztem, hogy a szívverése gyengül. Mondom, nyomja, Erzsi már Leanka bájba, meg akkor azt mondja, Leankai. Ez is Leanka is. Mondom, nem tudom micsoda. Megijedtem, hogy nem nyomja ki, ha megmondom, hogy Leanka. Na, azt addig kínlottam vele, hogy csak a kezei, és akkor azt egyként megszületett, de abszolút megkékülve, semmi hang, semmi, semmi. Próbáltam labanal fogva így hintasztatni, és minden, de nem. Letettem a száját, megtöröltem, és kezdtem fújni a szájába. Igen, igen, igen. A levegőt, és akkor... Gizi akkor lesett ki a kamara ajtón. Jött attól a Jula néni konyhajából, és attól lesett, hogy azt mondja, jaj, Veronka, nem utálod, és mondom, annél tisztább soha nem lesz. Nem, mit utálsz ezzel? Na aztán felsírta Leanka, hagytam egyet, jót sírjon, akkor elvágtam a ködökit, vettem kékszaszt, kértem minden, elvágtam a ködökit, mikor kezdtem bépolyálni, lapiton vágja meg. Akkor jött a... Jaj, van lapitot, itt vagy üsse nem meg. Látok. Mikor az orvos felhozta a Szent Gergyi, azt mondta Veronka, néni nem tudom, hogy mondta. Veronka én így mondta. Ennek csak. Nem fogta volna itthon neki. Hát Csilla meghalt volna, ha nem lettem volna. Mert nem tudta volna megszülni. Ha kellett volna vigyék. De nem tudta volna megszülni, és nem addig már meghalt volna. Mert mondom, úgy elhalva volt, olyan kék volt, mint a kék posztodja. Tessék megfőni. Megvosakodott minden az Úristen, hogy ott egy ilyen úr van, ha lefekszik, hát akkor ő legyen ugye olyan. Jó az illata. Azt mondja, de figyelj, menj vissza, menj haza,
Nekem természetesen hónap, hogy hónap. Hogy az a szagodat? Nekem nem a sakos, nekem de semmi parfümbe. Annyi parfümöt kaptam én a feleségemtől, nekem. Nekem legyen meg a rendőrszagban. Azt mondja, azt mondta, volt az én unoka, vagy nem, a nagybátyám, a Dobos Imre bácsi, Isten nyugtassa, hogy a jó pinának a vasfajszaga van. János Bád azt mondta, jó pinának olyan szagja van, mint a herénynek. Ajjajjaj! Aha, herény. Isten! Azt szerette. No. Herintek. De valami van benne. Na most van mondok, olyan, mondok, hogy a bőrö... Hát mondok, hát tényleg beszélnekelik, hogy a bőröd illatom. Ide figyelj, nem a te útnak. Igen, na. Ugye nem nagyon tudtunk élvezni. Sa-sa-sa-sa-sa. És akkor azt mondta volt, ezért, mikor a Magda lakadalma volt, Mari lakadalma volt, Krisztina néni közebb tízesből ő volt a szakács. És ugye panaszkodtunk fiatal asszonyok, Kadar. Hogy... Kadar. Hogy, igen. Hogy nem tudunk élvezni. Igen. És azt mondja, ó, sok marha buta szamár. No. Hát mi? Krisztina néni legyen szíves. Nem igaz, egyszer ezt még megcsináljuk, és azután. Krisztina néni legyen szíves, mondja még. Nem. Na azt mondja, én megmondom, hogy még félszidékkel ezt tudtok élvezni. Jaj, Krisztina néni, hogy? Hazamentek, férfiak, hunyák, veszem meg egy csapilokat. Tegyetek az ujjatokra egy kicsi disznyózsírt, sa-sa-sa-sa-sa, a kiteket. És azt mondja, úgy tudtok élvezni, mint a hajdermény. Ebből ma nem kérek. Na, álljon meg! Nem, na, ma nem számítok kér, vagy nem kér. Én megpróbáltam, hazaértem, megpróbáltam. Úgy lehet élvezni, mint a füst. Nem, akar, ebből nem kérek. Jaj, miket tanul. Hajjaj, én ezt megértem, hogy esetleg tud. De szárazom, no? De! Puszi nélkül, se kicsi édesség nélkül, jó, se kicsi állíraték nélkül, se kicsi minden nélkül. Ha megmondtam, nem ér meg egy nagy rakás ganyirakat. Hát mondom, hogy én szárazom, te szárazom. Hát az kutyafasza, én a szárazom. Milyen a szárazom nélkül? Hát ez, amit elmondtam. Az nem ér semmit. Ebből már nem kérek ebből a szerelémből. Jó, hát a nem szerelém, Tomasz. Nem van. Hát csak egy írvezakot. Szárazom. Ebből ma nem kérlek. Férfi nélkül. Próbáld meg azt a... Én most ő. Próbáld meg azt a szarozom. Na, kifelé. Gyerünk ki, gyerünk. Magának a... Hajé, Róza néni. A csicsei megtartsa, akkor jó puha lesz, hogy... Nem, a csicseinek semmi földe. Baja nem lesz. Szép blúzomot, békánnyel. Aha. Oda érjön, nem törik ez. Hol van Róza néni? Én ide lehézelek, megpróbál. Nem adott meg. Le kell fékezzem magam. Ide figyelj, mikor oda érek, van a szőres üzével, egyet kopjunk sorra. Bárba megint. Ne, ne. Ne, ne. Na, bájam, ma talítom. Na, én itt megyek. Megyek? Itt. Hogy megyek? Hú! Én úgy megértem, hogy megindultak, hogy... Még egyenesen. Kétszer! Ó, a lavases karom a jövőjön. Kétszer, Rudi, kétszer! Oh, my God.
Thank you.